enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádió Cafén. Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Kis Tibi zenész, énekes, szövegíró, képzőművész, a Kimbi Együttes frontembere. Szervusz, üdvözöllek a... Szia, köszöntöm a hallgatókat. A stúdióban. Nem sokára egy nagy szabású koncertre készültök, ahol a klasszikus zenét és a rock and roll életérzést próbáljátok vegyíteni, nem tudom, hogy mennyire definiáltam jól a dolgot. A vegyítés tükrében... Értem, van ilyen lényege is, tulajdonképpen vegyítés, de elsősorban mi ezt a csodálatos hangszerparkot irigyeltük meg, ami van a klasszikus zenészeknek. Nem gondolom azt, hogy itt most arról lenne szó, hogy itt egy ilyen irgalmatlan ilyen összepasszírozása van a két dolognak, hanem mik azok a rokonságok, mik azok a közös nevezők, ami mentén mondjuk el lehet képzelni a munkát így együtt. Volt már erre egy precedens, tehát akkor egy picit óvatosabban álltunk a dologhoz, mert 2018-ban a Margit szigeten volt egy ilyen koncert, egy ilyen class and roll koncert, és az rendkívül jól sikerült, és sajnálta a nagy zenekar is, hogy annak akkor annó nem volt folytatása. Igazából ebből inspirálódva került elő megint ez a csomagocska. Egyébként abban az időben még nagyon divatos is volt, mert mit tudom, támogatások miatt, mindenki csinálta ezeket a klasszikus zenészekkel. Mi valahogy nem abból az indítatásból merítkeztünk, de aztán ez most így megint előjött, most az a jó, hogy most egyáltalán nem divatos. És újra ebből a dologból inspirálódunk. Nagyon fontos, hogy van egy híd közöttünk, az Otrezső, aki a hangszereléseket, a partitúrákat készítette, aki nagyon szereti a mi zenénket is, és hát ő egy klasszikus fej, tehát egy abszolút a szimfonikus zenekarba gondolkodik, és állandóan jön az ötleteivel, és így önmagától sikerül összeházasítani a két történetet. Említetted ezeket a góc pontokat, hogy lehetnek találkozási pontok, említeni egyet-kettőt, hogy szerinted hol erősítheti egymást ez a két műfaj? Nagyon érdekes, hogy egyébként mi a saját zenénkben is már nagyon sok alkalommal használtunk ilyen úgyis klasszikus zené hangzásokat, elemeket, csak szintetizátorban, de ez a klasszikus, de amikor benne van a timpanitól a marimbáig, a sok vonós, fúvós, meg minden, de hát ez már a kezdeteknél gyakorlatilag voltak olyan dalaink, amit ebből a hang. Hát igen, az talán inkább volt egy ilyen kicsit ilyen tonvécses, ilyen pókzos beütésű, nem? Tehát az azért eléggé klasszikus volt. Tehát azok olyan geggek voltak, amik akkor minket meghatott. És vannak olyan témák, amik például úgy szólaltak meg a fejünkbe, hogy azonnal, hogy ezt nagy... És akkor mondtuk, hogy ezt nagy zenekarra szólaljanak meg azok a hangszerek. Tehát valahogy úgy jött, tehát ez inkább a nyitottságunk, mert nagyon sokféle muzsikát hallgat az egész Quimby zenekar így együtt, meg sokféle műfaj váltakozik, vegyül a mi zenénkben, azt hiszem. Tehát én szeretjük ezeket a hidakat, ezeket az átjárásokat, és igazából az abban rejlő kaland, ami izgalmas számunkra ebben a közös munkában. Milyenek ezek a hatások, amiket említettél, többfajta ember, többfajta zenész együtt, akik alkotják, akik különböző hatásokat hoznak, ezek a legfőbb hatások, ezek micsodák? Hát attól függ, hogy melyik zenész. Van a Dodi, ő inkább jön a jazz-től elkezdve, minden a faszi, elnézést, hogy ilyen szavakat használják. Egész nyugodtan. A podcastban nem kell kivágni, az FM-ből viszont adtál nekem egy Ferenc, becsületes nevén faszi. Ő is például egy rockzene, de őnek is ilyen nyitottabb azért az elméje ezzel kapcsolatban, tehát azért nem csak ez. Hát igazából nem kívül sok hatás van, és ezek nagyjából belevegyültek a mi muzsikánkba, hogy nem biztos, lehet, hogy csak nyomokban fellelhető, és soha nem az volt a szándék, hogy valamilyen műfajt úgy vegyünk át, ahogy van, mert abban vannak sokkal jobb előadók. Tehát ami nálunk valami megtörténik, valami blúzos dolog, vagy regis dolog, vagy sanzolos dolog, akkor inkább inkább elemeket vettünk át. Tehát inkább azt mondanám, hogy akkor blúzos egy kicsit ez a dal, vagy olyan sanzonos, de nem kifejezetten autentikusan magát az alapműfajt vettük át, hanem egyszerűen csak amit mi a magunk eszközeivel meg tudtunk ebből gyártani. Inkább megihletődött, inspirálta inkább az a műfaj. Téged mi inspirált legjobban? Hát akkoriban, amikor mondjuk kezdtétek a Quimbyt, és mondjuk mi inspirál most? Érdekes, hogy már kezdetektől gyakorlatilag
Engem inkább így a bátyám révén, így a rock'n'roll, a blues, sőt, azt még anélkül, amikor, emlékszem, amikor 13 évesen beültünk egy ilyen könyvtárba, amit Dunaújvárosba egy barátommal, amit arra találtak ki, hogy volt ott egy ilyen blues klub, hogy gondolta a főnök, hogy ilyen, majd jönnek ilyen 60 éves emberek, minden, és állandóan mi ültünk ott 13 évesen, és hallgattuk az akkor ilyen 30-as, 40-es évekből ilyen bluesereket, és ő egyáltalán nem arra számított, hogy itt majd ilyen kiskamaszok fognak bent üldögelni. Az ugyanúgy megérintett, de ugyanúgy megérintett a Gershwin, ugyanúgy megérintett az akkori underground például. A 80-as években. Igen, a 80-as években. Kontrollcsoport, Európa Kiadó, ezek. Hát ezek is, igen, abszolút. Aha. Balaton. Meg ez úgy világszinten is az új hullám. Tehát akkor a korai Cure, Echo and the Bunnymen, Jesus and the Mary Chain, angol száz muzsikák is. A Pogues nem hatottátok, és a Shane McGowan, kihallom a Jerry Kandensből például de az első. De a másik nem ez volt? A Jerry Kandens a második lemez volt talán, nem? Hát ha úgy vesszük a lemezeket, hogy az első kazettánk is annak számít, akkor a második lemez. Klasszikus idők. Abszolút. Ő is, tehát őnek is ez a... Ez a vonulata pont sajnos egyébként nemrég halt meg. Mikor Liviusnak, mikor itt volt, mondtam, hogy kész csoda, hogy él. Aztán ugye pár nap múlva. Hát igen. Hát igen, nagyon... Nagyon, de egyébként hát egy olyan temetése volt, ami hát szerintem minden muzsikus kíván magának. Hát igen, egy ilyen boldog, happy, és megindító, és megható, nem tekintetben, be is vallom, én nagyon elérzékenyültem, és én sírtam otthon, amikor ezt az egészet néztem. Én is. Úgyhogy, de hogy valahogy mégis, hogy mégis ő ezzel az ő individuumával mégis mennyit tudott adni az embereknek, úgyhogy... Tehát magas ír kitüntetéseket is kapott, mi kitüntetést kapott legutóbb, amikor már járni se tudott. De hogy egyébként miért tudjuk ezt verbalizálni, vagy te el tudod mondani, hogy neked miért fontos egy ilyenfajta pályakép, vagy ilyenfajta művészi alkotás, amit a Shane McGowan magának tudhat? Az, amikor ezeket az ikonokat, ezeket a muzsikusokat kiválasztja magának valaki, mint ahogy mi is, vagy én is kiválasztottam, hanem akkor ez sokkal inkább ösztönös. Sokkal inkább van egy olyan tapadás, hogy valamiért megérint valami olyat, vagy megérint bennem valami olyat, aminél azt érzem, hogy na igen, ez úgy érzem, hogy bennem is van, ez az én lelkemről is szól, ez valami ilyesmi. Egyáltalán nem tudatos. Uh-huh. Legalábbis nálam nem volt ez így. Tehát éppen az, hogy mennyi olyan művész, de most mondhatnám, hogy a punk is ugyanúgy hatott ránk, vagy egy Iggy Pop ugyanúgy hatása volt ránk, utólag, mint mondjuk egy Lightning Hopkins, mondjuk egy autentikus blues zenész, egy punk zenész, valahogy a feeling, az energia, az érzések, hogy nagyon érzelemgazdag muzsikák ezek, talán ez a közös bennük, és nem véletlen egyébként komoly zenében is egy Rachmaninov, vagy egy Gershwin, ezek vannak hatással rám sokszor. Meg hát ugye a Shane McGowannél, hogy ott volt a költészet is. Tehát egy nagyon-nagyon erőteljes... Így van, kiváló szövegeket írtál. Igen, sőt, hát ilyen költészet is, ezzel úgy rád is jellemző. Tehát aki mi azt mondhatjuk, hogy egy talán szövegorientált zene. Hú, hát ez nehéz, mert elég nagy ricsaj csinálunk, és általában azoknál a zenéknél, hol nagyon szövegcentrikus a zene, most tök mindegy, hogy Lou Reed, Bob Dylan, vagy Leonard Cohenről beszélünk, ott általában egy picit háttérmuzsika van, vagy inkább segíti a szöveget. Nálunk azért egy elég nagy zaj van, és eléggé sok, tehát annyira azért nálunk szerintem sokkal inkább kohézióban van, és nagyon sokszor egyébként pont azért is le kell egyszerűsíteni a szövegeket. Tehát nem tűr meg annyi olyan dolog, nem lehet felfogni mondjuk. Tehát, hogyha minél inkább egy önálló entitás, egy szöveg, mondjuk egy próbálkoztam egy csomószor, hogy így megnézek ilyen költőknek a verseit, meg minden, és akkor melyikeket lehet, nagyon nem egyszerű, hogy melyikeket lehet jól megzenésíteni, mert annyira kerek egész, és annyira nem megvan a ritmusa, a belső lüktetése, és annyira fontos, hogy minden szót hall, hogy egyébként nem is egy olyan könnyű műfaj, hogy és akkor minden 30. vers alkalmas rá, vagy 50. a legjobb költőktől, és már ahhoz kell egy picit, hogy helye legyen a zenének.
Mert igen, benne. Van, nyelvben van mert, zeneiség. Igen, mert ugye a zene, vagy a popzene, vagy valami, az a kettő együtt, tehát együtt kell egy 100%-os töltésű valaminek lennie. És hogyha túl sok a szöveg, vagy túl bonyolult, vagy valami, akkor sokkal kevesebb zene kell hozzá, vagy szolidabb, vagy kevésbé, vagy inkább kiszolgáló muzsika kell hozzá. Megidéztük már az előbb a Livius-t, aki volt ebben a műsorban, és azt mondta, hogy ezeket a sok külsődleges, vagy nem tudom, milyen dolgot lehántjuk, akkor a Kümi az gyakorlatilag egy punk zenekar. Ez áll, szerinted ez, hát, a, ez a definíció? Hát anno még hívtuk olyannak, hogy punk chanson, hogy valahogy, és akkor mintha Edith Piaf belépett volna a Sex Pistolsba, mert van egy lírai vonulata is Quimbynek ugyanúgy, van egy ilyen punkos sebülete, aztán attól függően, hogy éppen milyen korszakban, milyen környezetben léteztünk, azok mindig hatással volt. Tehát a 90-es évek második felében, amikor rengeteg ilyen parti, az a dorbézolás, után... bordély bugi, stb. Tehát amikor már magyar nyelven énekeltetek. Hát azok és ilyen punkosak, igen. Aha. Azok alapvetően az akkori életről körülöttünk, hogy volt egy buli, és akkor éppen abban voltunk, tudod, aztán amikor, mit tudom, még hiteleink voltak, akkor megszületett az Én és a Bank című opuszunk, és akkor egy ágyban a hitel a banka. Na, de hogy hozzátérve, például a 90-es években például, ott rendkívül, ott például ezek a parti zenék voltak nagyon hatással. De úgyhogy nem is tudtuk, igazából tudat alatt, és akkor játszottunk olyan koncerteket, hogy volt egy dalunk mondjuk, ami 3 perc, vagy 4 perc, és utána még 3 percet improvizáltunk legalább ugyanabból, de ilyen repetitív módon, mert egyszerűen partikba kerültünk bele, és valahogy úgy akklimatizálódott a zenekar, hogy így bejött ez a műfaj. Tehát az hatással vár, hogy milyen környezetben vagyunk. Amikor ilyen kocsmazenébb volt, akkor mi gyakorlatilag kocsmákba játszottunk. Tehát biztos, hogy ez is van. Amikor kikerültünk nagyobb színpadokra, akkor egy ilyen nagyobb, akkor jött a nagy ecset, és akkor olyan dalok is születtek. Tehát ennek is van. Igen, ez a bohém hangulat, ez végig ott volt szerintem igazából. Tehát ugye nekem az első szó, ami eszembe jut a Quimbyről, a zenekarról, az, hogy milyen stílusú zenét csinálnak, azt mondja, hogy bohém. Tehát ez benne volt, igen. Nagyon élhetném, fiúk voltunk, igen. Igen. Ez akkor is megvolt, amikor már a sportcsarnokokba játszottatok, tehát nem csak a pavos időszakról beszélünk, hanem később is. Olyan is volt a hevület a zenekarnak, nem egyszer, igen, volt, hogy akár a Livius, hogy valaki fölállt az asztal tetejére, és meghívta a fél kocsmát, és utána szegénykednek egy vasa nem maradt, és akkor tudod, de hogy mindenki örüljön, mulassunk, buli van, tehát ebbe voltunk. Ez a jófajta klasszikus rakándról életérzés, amiből lassan kezdünk mindannyian kiöregedni, de ezek olyan szép romantika ez. Igen, visszaromantizálunk ehhez, de hát nem lehetünk örökké 20 évesek, tehát ezt nem lehet csinálni. Bár a nagyapám azt nem csinálta ezt még. Aki nótaíró volt? Vagy? Hát alapvetően iskolaigazgató volt, de kiválóan hegedült, és voltak nótái. Ez is koszorús magyar nóta szerző volt, de és rengeteget mulattatta a népet, igen, és ő volt az, aki utáni járt így a család, amikor ment éjszaka, és mindenhol hegedült, meg kikapta a cigány kezébe, hegedült, és fölállt az asztal tetejére, mulattatta a népet, ment kocsmára, akár Badacsonyba, vagy Balaton felvidéken, és aztán másnap megment a rokonság, vagy utána, hogy hát, hogy hol járt a apuka, a kiskámen, mert hát akkor fizetnék a cekkét, mert hogy az nem, pénz az nem volt. Ilyenkor nem a decens iskolaigazgató bőrében, gondolom, tüntette fel saját magát, hanem... Nem, hát nagyon szerették, tehát alapvetően neki meg volt engedve, hogy délelőtt nem kellett bemenni az iskolába, mert ugye este ő műszakban volt, tehát akkor szórakoztatta a népet, és akkor délbe kelt, és alapvetően meg egy ilyen szépen elvégezte azt a dolgát is. Tehát, Azon gondolkodtál már, hogy így a 90-es években jó értelembe fogom kérdezni, illetve használni ezt a szót, hogy miért tudta ilyen szinten bekajálni a magyar nép ezt a fajta dinamikus, bohém, ezer elemből tartalmazó zenét? És miért lettetek pont az egyikek kitüntetett? Kis Pál, meg még sok más mellett. Ezen gondolkodtál már? Nézd, fogalmam sincs, annyit gondolkodtunk. Ha megnézek ilyen korabeli, most muszáj egyébként a dalok miatt, néha ránézünk ilyen régi felvételekre. Egyébként nem tudom igazából így hallgatni magunkat, de most így rá kell nézni, és akkor amit én látok, hogy ez a pure, tiszta energia, az a tiszta
magunkból árad energia, és az, arra emlékszem, hogy minden koncertet, akármilyen kicsi volt, vagy akárhol volt, vagy minden, az úgy játszottunk, mintha az életünk függne tőle. Tehát mi ugyanúgy játszottunk 30 embernek, mint 300-nak, vagy 3000-nek. És talán ez talán át, ennek lehetett egy átütő ereje, hogy mi ezt ebből a szempontból nagyon komolyan vettük. Hogy tényleg élet-halál kérdése volt, hogy mindent, amit csak tudunk, azt rakjunk ki. Hát igen, meg talán az önazonosság, igen. Ez, meg volt benne egy önazonosság, hogy nagyjából arról szóltak a dalok, amiben voltunk. Uh-huh. Arról szólt az egész. Ezek a kreatív energiák, ezek, ha jól tudom, ilyen ciklikusan követték nálatok egymást, tehát voltak ugye nagy hype-ok, aztán egy kicsit hullámvölgy, hullámhegy, tehát ezek így jöttek, nem? Tehát ezt a fajta kreativitás, ezt nyilván... ezt úr és úrra meg kell szülni, hogy ilyen produktívak tudjatok lenni. Igen, ez egy instabil, érzékeny műszer tulajdonképpen ez az egész, és nálunk ez a zenekar, ez tényleg megérte a nagy magaslatokat és nagy mélységeket is, így együtt is átéltük, emberileg is, külön-külön, egymást látva, hogy mibe vagyunk, és óhatatlan, hogy vannak ilyen töltekezős, szemlélődős időszakok is, vannak nagyon produktív, kreatív, túláradó kreatív időszakok is, tehát ez is az is váltja egymást. Voltak, vagy vannak olyan időszakok, amikor nem bírjátok elviselni egymást? Tehát amikor olyan sokat voltatok együtt, hogy jobb külön? Hát úgy szoktunk, van, hogy úgy köszönünk el, hogy jó volt veletek, még jobb lesz nélkületek, vagy mit tudom én, de hát többet voltunk együtt, mint a asszonyainkkal, ugye együtt a mikrobuszban, de valahogy ezt így elég jól viseltük. De biztos, hogy egymás agyára is tudtunk menni, meg már ismerjük egymást, mert már szagról megismerjük, tehát meg hogy annyi élmény kötődik ez az egész sztorihoz, amit mi a zenekarban átéltünk, hogy tényleg, hogy mit tudtunk elviselni, tényleg egy fűtetlen mikrobusszal elindulni németországi turnéra, és mégis, igen, és mégis csináltuk együtt, és megérkeztünk, és téli kabátom, és úgy, hogy így, tudod, így amit nem is tudom, hogy most így el tudnak képzelni emberek, tehát hogy ez milyen lehet, hogy aztán megérkeztünk a berlini szállásunkra, ahol kiderült, hogy ott sincs fűtés, ültünk kabátba, tudod, és várjuk a koncertet, és kipakolni a zenekar hangszereit mondjuk a határon, mert a határ szivat, aztán nem tudunk belépni egy országba, mondjuk Németországba, mert összesen nincs annyi márkánk, mint amennyinek fejenként kéne lenni, hogy beengedjenek, és akkor hol tudunk valahol átmenni, a kisebb a határ, és odébb megyünk x kilométerrel. Ez a romantika, ez abszolút. Belül, hát ez így volt, és ennek az egésznek ennek az egésznek a túlfütöttsége, romantikája, az biztos, hogy nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ezt így szeressük, és vagy szerettük csinálni. Most ugye próbáltok erre a koncertre, ezek az energiák, amelyek most működnek így a próbák során, és az az együttlét, ez valamilyen fajta újabb közös munkát fog eredményezni esetleg a koncert után? Hogy ez lehet erre számítani, vagy most milyen, ha már így ezt a ezobio-öko fogalmat, mint energia behoztam, akkor vannak ilyen energiák, amik produktívak lehetnek? Reméljük, vannak ötletek, meg minden, most erre a koncertre készülünk, meg minden, és alapvetően nem azt mondom, hogy menekülünk a próbateremből már próba után, de amikor 5 órát így együtt vagyunk, és most is ide jöttem, ilyen legyalult adja tulajdonképpen, amikor az, hogy tényleg próbálok egy kicsit feldobni nekünk hülyeséggel. Ilyenkor már tud fájni, tudod, az, amit csinálunk, tehát ennyi idősen. Pont azon szoktam röhögni, hogy a menedzser, mikor bejön a próbán, és van egy okos órája, ami azonnal kijelzi, hogyha ebbe a környezetben marad 20 percetnél tovább, akkor tartós halláskárosodást okozhat. Meg mondjuk, látod, mi ebben vagyunk 33 éve. És hogy ilyenből, hát ugye nem leszünk fiatalabbak, és ez már azért úgy ki tud minket fárasztani. Tehát amikor tényleg egy ilyen 4-5 órás masszív próba, játszani azért hangos, tehát viszonylag, tehát nem olyan nagy a próbatermünk most, amiben vagyunk, és azért hangos, tehát próbálunk viszonylag, tehát ez nem annyira nagy hangerővel próbálni, de muszáj valami, hogy megszólaljon. Ma például a szimfonikus zenekarra volt közös próba, vagy minden próba, most már nem most van. Éppen az a fázis van, ahol mi most külön rakjuk össze. Aha. Fölvettük a dalokat egyenként, olyan munkák vannak, hogy harddiskra fölvettük a
vagyis felvettük a dalokat, hogy rá lehessen illeszteni harddiskról a zenekart, hogy még azon lehessen molyolni, plusz ezt még a vizuálosok is megkapják, volt egy ilyen előmunka most, nem tudom, érthető, ahogy elmondtam. Uh-huh. Ilyeneket csináltunk, meg elkezdtük játszani nagyjából a programot, hogy milyen, hogy hangzik. Úgyhogy ebbe vagyunk. De hát ez zúzós. Elítettük a zenekar alkotói energiáit. Mi a helyzet a te jelenlegi alkotói energiáiddal? Mesélted, hogy újból összerakod magad. Most sok szempontból máshol vannak a fókuszpontok, mint eddig. Erről egy kicsit elkezdünk beszélgetni? Igen. Ez egy tökéletes dolog. Lehet. Hát most azt mondtam, hogy viccesen, hogy most önmagamat alkotom újra, amire szükség van, mert hogy teljesen én is szétestem egy pár évvel az ott megint. Még ebben is van romantikus, ugye? Megint, az ember... Hát tudod, ez egy kicsit unom, tudod, mert megint ebben a szalban. A művész sors, a művész sors. Igen, kemény. Azt gondolják, hogy ez könnyű zene, de tudod, amikor ilyenek történnek, meg amikor ráállítod a lábadra a Fender erősítőt, akkor egyáltalán nem tudik könnyű zenének. Hát, ugye? Azt hittem, azt akarom mondani, hogy könnyű életmód a zenészség, és akkor pedig mennyi meghasonlással, meg egyébben jár, de akkor itt most konkrétan az erősítők súlyára könnyű, hát az, amiben voltunk, inkább visszatekintve, az egyszerűen embert próbál. Tehát amikor tényleg egymás után van akár 10 koncert, és azt se tudja az ember már, hogy hova megy egyik mikrobuszból száll be a másikba, ottan, és akkor jönnek, és akkor bekerültek a képbe, ugye most is a zenekar nagy részén kisgyerekek vannak, tehát rengeteg kisgyerek lett az utóbbi időben. Ugye ez is elviszi a fókuszt, másra is kell koncentrálni. Én most sokkal inkább, tehát mit tudom én, gyerekneveléssel kapcsolatos könyvet többet olvasok, mint mondjuk a zenével foglalkozott, vagy mondjuk akár pszichológiai könyveket, vagy ilyeneket. És most van egy ilyen önismereti része az életemnek, amikor azzal foglalkozom, hogy van, mik juttatnak el ugyanúgy, mindig ugyanoda, miért kerülök megint bele a gödörbe, és miért esek szét, és miért... És például ez, hogy a munka, például nagyon rá tudtam csavarodni a munkára is. Tehát az, hogy állandóan ebbe voltam, tényleg beültem kocsiba, piros lámpánál mentek már szövegek, már izéte, és őrület, és akkor ebbe, és akkor lezárjuk, oké, akkor most megyünk, akkor család, akkor ide rohanás, oda rohanás, koncert. De... És most egy picit ilyen nyugisabb, szemlélődőbb életet élek, és dolgozom fel azt az időszakot, ami ide vezetett, hogy nekem megint ezzel kell foglalkozom. Tulajdonképpen. Ha ez így érthető. Abszolút. Hát, hogy lássuk, most Shane McGavin-t említettük, tehát ő neki például az a példája, hogy ő is egy szenvedélybeteg ember volt, akit nagyon szerettek. Nem kevéssé, tehát ő azért nagyon durván tolta. Egy interjúban nem látsz józan sémegóan nyilatkozni. Akkor ne sziszeg, ne fogja, hogy így nevetett. És nagyon szerethető meg minden, de hát ebből, ha föl kell állni, akkor az viszont egy kemény meló. Aha. Ő föl tudott állni egyébként? Tehát önnek ki voltak egyébként ilyen korszakai, nem tudom, most nem akarok így a hallgatókat belevonni ebbe a dologba, nem biztos, hogy mindenki annyira ismeri itt Magyarországon. Annyira nem ismerem ezt a személyes sztoriát részről, de hát én nem tudom, tehát én nem nagyon láttam én se úgy, hogy ő. Nehezedre esik. Koncerten láttam kétszer. Hát, én is. Igen, a Szigetest, nem? Az első, mikor a Pope-szal jött, és akkor, amikor a saját zenekarával, akkor azt hittem, hogy így le fog álljulni. Igen, és hát ez azért minden... elég kapaszkodott a mikrofonba, és meg egyszer láttam New Yorkban még, amikor még a Pope-szal volt, és akkor még ilyen vehemensebb volt. De hát nem láttam igazából annyira józanul. Nehezedre esik az, hogy gyermeknevelés és egyéb jellegű könyveket olvas inkább az alkotás helyett? Nem, nagyon izgalmas, nagyon érdekel. Igen? Igen, abszolút. Ez... Csomó mindent a gyerek, az érzelmi intelligenciáról, csomó minden érzelmi, de érdekel nagyon, izgalmas. Csak ezzel le kell lassulni, egy olyan fajta lelassulást. Hát igen. Az egy nagy műfaj, mert hogy az agy meg az pörögne, és néha, amikor a saját elme nem a legjobb barátod, akkor így el kell gondolkodni, hogy akkor most mi történik, és én szándékosan lassítok. Tanulok például pihenni, hogy kell pihenni, tudod, hogy soha nem tudod. Mindig tevékenykedtem, mindig aktív voltam, mint egy ilyen félőrült ADHD, és tudod, így mentem jobbra, és akkor ez most micsoda, és akkor ezzel is elkezdek egy kicsit foglalkozni. Talán ezzel is érdemes. Úgyhogy ezek vannak most.
Igen, ez érdekes egyébként, hogy ezt a pont a Liviusnak is mondtam, meg a Lovas Andrással beszélgettük ezt, aki ezt az ADHD-t mondta, hogy ő is nagyon túl kikapcsolni. Tehát folyamatosan jár a... Dumáltunk vele is erről, igen. És hogy poénból felhoztam a Heideggeri Dasein-t, hogy ez csak úgy mész és bambulsz, és akkor ott engeded magadra hagyni a természetet, hogy az milyen tök jó tud lenni. Aha. Csak ilyenkor kell olyan képesség, amikor, hogy egyszerűen... Nem kezd azon pörögni, hogy akkor a következő szöveg miből áll, meg milyen témák vannak benne. És akkor hagyod magadra hatni a dolgokat. Erről beszélsz, hogy igen, ezt... és közben meg el kell végezni hétköznapi feladatokat, meg hétköznapi életet. És egyébként a világ az nem annyira pártolja ezt a fajta működést. Tehát az nagyon menne. Tehát nagyon megy csücsücsücsü, jobb előre is. És minden ilyen gyors, nagyon... És hogy vagy suhansz vele, vagy úgy érzed tőled, hogy lemaradsz, vagy valami, és akkor így megnyugodni, hogy igazából miért kéne ezt a rohanást csinálni. Hát a belülről fakadó kifejezésvágy miatt, nem? Az más, csak hogy miért kell azt annyira rohanva. Például, miért kezd ilyen szaladva, miért kell átszaladunk az életünkön, és akkor azt mert szenvedélyesek vagyunk, és akkor kikívánkozunk, minden szart ki akarunk ott azonnal. Van, és akkor lehet, hogy megvan annak is a helye. De mondjuk egy kisgyerekekhez például le kell lassulni. Tehát ott ott meg kell szokni a totyogást, tehát ott nincs mese, tehát ott nem lehet egy félőrült izgő mozgó valaki közöttük állandóan, oda kell figyelni. Az le kell lassulni. És most nem alkot semmit? Tehát, hogy nem írsz, nem festesz, nem... Hát nem, szoktam, ez... de szoktam írogatni, én rajzolgatok, zenélek, de most alapvetően a koncerten van a fókusz. Uh-huh. Tehát most nem egy olyan korszakomat élem, amikor ilyen nagyon, nagyon kijönnek be a dolgok. De rengeteg minden felgyűlem lett. Viszont azt is tudom, hogy ebből valami majd lesz. Ennek van egy érési folyamat, egy ilyen aminek egyszer ki kell jönnie. Reméljük. És ezek főleg a zenére, vagy inkább a képzőművészetre koncentrálódnak ezek a lenyomott tervek is? Tavaly volt egy ilyen kiállításom, akkor egy picit koncentráltam a képzőművészetre, akkor egy pár hónapig tudtam ezzel foglalkozni. Akkor ott meg volt a kiállítás, és szépen elpakoltuk a képeket, és akkor mentünk vissza, és akkor ugye koncertek, gyerekek, akár minden, és akkor most szerintem így a zene jönne. Azt gondolom. Reméljük egyébként már egy csomó szó jön, hogy ez csináljam csak. És akkor mesterségesen visszaigazgatod magad, hogy akkor most akkor no hurry, így lazában nyomjuk, és akkor ez majd várhat? Hát ez belül állandóan búzog. Tehát egy alkotóban az állandóan van egy ilyen hajcsár is, amelyik hogy hajtaná, hogy ezért csináld már meg ezért, vagy legalábbis bennem van egy ilyen, hogy és akkor úgy nem is tudod magadat elfogadni. És akkor azt mondod, hogy figyelj, mi van? Mi vagyok én enélkül? El tudom-e fogadni mondjuk anélkül magam, hogy nekem mindenképpen valami teljesítményt vagy produktumot kelljen létrehozni, hogy definiálni tudjam magamat, hogy honnan jön ez a fajta. Az öndefinitív, az fontos kérdés. Honnan jön ez a teljesítménykényszer? És akkor megint visszamegyünk a gyerekkorba. Te Jézusom, és akkor ez... Ajaj, igen. És akkor ez így sokkal több sávon mozog az ember, vagy mozog az agyam nekem is, hogy akkor azt is feldolgozni ezzel is, hogy ez miért van, hogy csak így tudom. És egyébként régen is így volt. Hogyha festettem egy jó képet, akkor 3 napig mondjuk, vagy amit általam úgy gondoltam, hogy jó, akkor egy 3 napig nyugi volt, csináltuk egy jó, vagy egy lemezt, akkor úgy volt, hogy akkor akár egy 2 hétig tudod úgy lehet lazázni, de hogy egy idő után mindig jön, hogy csinálni kell valamit. És egyébként normális is valamilyen szinten, de azt hiszem, hogy annyira, hogy kikészítse magát az ember, úgy nem éri meg. Egyébként te mivel azonosítod magad? Tehát mondod, hogy kis Tibi, mi a te önazonosságod, hogyan definiálod magad, ha már erről szólt? És szerintem ez egy fontos kérdés. Tehát én mondjuk kizártólan tartom, hogy egy művész az ne azzal azonosítaná első helyen magát, hogy ő alkotó, hogy művész. Most több mindegy, hogy miért törültem. Valami művészféle. Igen. És ha ez nincs meg, és hogy tudatosan ezt le kell lassítani, az nem okoz ilyen belső diszkrepanciát? Attól még az marad. Tehát ez igazából nem tudok más lenni. Tehát belőlem nem lesz már se tudós, se politikus, se gazdasági szakember. Tehát akkor is mi eszembe, ha csak filozofálok, vagy gondolkodom. Akkor is úgy működik az agyam. Tehát akkor is azt nézem, meg ugyanolyan úgy az érzékszerveim azokra a dolgokra nyitottak általában. Zene, művészet, képzőművészet.
Mondtad, tehát említettük ezt a gyerekkori vonatkozás, hogy számos dolog gyerekkorba vezethető vissza. Te mit gondolsz, ez annélkül, hogy belemennék a mély pszichológiába, hogy te életed, de most uraló lelkiállapotok, erők közül melyeknek vannak a gyökerei a legkisebb gyerekkorodban? Ezzel foglalkoztál már? Foglalkoztam, de ebbe talán nem érdemes belemenni. Jó, mert ez így nagyon-nagyon szertágozó, és nagyon ilyen... Igen, meg ez már annyira belső, meg annyira személyes, hogy talán ez ebbe talán annyira nem mennék bele. Jó. A zenélést az mindig a Quimbyt, mindig csapatban együtt zenélést jelenti, vagy pedig adott esetben tervezel külön dolgokat is csinálni, külön projekteket, szóló, bármi, igen. Én nagyon szeretek csapatban játszani, tehát annak idején, amikor meg kialakult egy olyan kis projektünk is a Vastag Gábor Vastikával, aki szintén játszik most a Quimbyben, meg több lemezünknek volt a stúdió hangmérnöke és producere. Ővele van egy ilyen akusztikus, egy ilyen formáció, egy pszichedelik akusztik formáció, az Aranyakkord, és ott például konkrétan az ihletet, hogy én nagyon szeretek másokkal együtt dolgozni, nekem mindig is inspirál a másik ember. Tehát nem is szívesen járok úgy egyedül, tehát, hogy megyek egy szálgitárral, és akkor is ilyen tök jó, együtt vagyunk, dumálunk, el vagyunk, barátkozunk, a barátkozásból, a beszélgetésekből, a közös inspirációkból alakulnak dalok, tehát vele például megjártam Amerikát 4-szer, úgyhogy végigvonszoltuk magunkat azon a nagy kontinensen, és közben is bárhol leültünk, a repterektől elkezdve egy kerthelységbe, egy kávézó teraszán, bárhol elővettük a hangszereket, és játszottunk, zenéltük. Engem ez inspirál. Én nagyon szeretek csapatba dolgozni. Valahogy annak a tükrében értem meg jobban azt is, amit én csinálok, meg fontosak azok a fajta kapcsolatok, vagy kohéziók, amik mondjuk ezt összerakják. Tehát egy magamban nagyon sokszor érzem azt, hogy akár el is tévedhetek, tehát hogyha olyan van. Na, persze az emberek van egy ilyen magányos énje is, mert a bizonyos része az alkotásnak az olyan. És abból pont elég annyi. Számomra legalábbis. Én szeretem az embereket. Úgyhogy... Hát igen, mert nálad ez ugye kibalanszírozódik a képzőművészeti alkotás, ami egy magányos tevékenység, igen. Meg a zenekar élet, ami hát egy szociális. Igen, hát volt például ennek, amikor nagyon jó egyensúlya volt, volt egy olyan próbatermünk, ami alatt volt egy műterem is, és egy stúdió, és a Vastikának a stúdiója, és oda jöttek zenészek, akkor néha lehetett egy kicsit dumálni velük, de közben el tudtam menni a műterembe, el tudtam vonulni, és akkor ott alkotni, meg bementem a próbatermünkbe, és akkor ott tudok zenni. De hogyha mondjuk akartál kapcsolódni, akkor tudtál valakihez, hogy tudod, ne legyen az, hogy kopár magány annak a szabadságnak az ára, amikor te itt totál egyedül akarsz valamit csinálni. Az a művész sorsz, az számomra egy picit ijesztő is, tehát hogy ez, azzal így folyamatosan egyedül lenni, és azért nagyon jó, hogy van ennek egy olyan része, amikor akár koncertek, akár próbák, akár valami, hogy ki tudj mozdulni abból a saját belső világból, és kapjál arra egy olyan reflexiót, vagy valamilyen visszajelzést, hogy az mondjuk hogy működik mások tükrében, vagy a többi zenésznél. Erre egy nagyon jó szűrő volt például akármelyik zenekar, tehát hogy a Quimby zenekar is, hogy hiába hozok én akármilyen ötletet, amiért azt gondolom otthon, hogy nagyon klassz meg minden, de ha nem megy át a 6 emberen azon a szűrőn, akkor nem megy át. És akkor azt el kell fogadni, és akkor azért, amiről azt gondolom, hogy baromi jó, és aztán hány olyan van, amiről még így is kiderül, hogy nem igazán jó. Mert hány olyan felvétel készült, amire mondtam a mutka srácoknak, hogy te, hát én nem értem ezeket a felvételeket. Akkor meghallgattam, hogy ott voltunk 6-an, plusz a hangmérnök, plusz még ez, és senki nem szólt, hogy ez ilyen szar. És tényleg így nem lehet meghallgatni. És ez azt is jelenti egyébként, valószínűleg, hogy egy picit máshol vagyunk már esztétikailag mondjuk, amit jelenthet jót. Hangzás esztétika például? Hát egyáltalán jelenthet jó, máshol tartunk, más mutatom. Van olyan lemez, ami szerinted nagyon gyengén sikerült? A te szubjektivizésed hát szerint? Van konkrétan olyan lemez, ami félkész, ami gyakorlatilag egy darab volt, ez a Káosz Amigos. Hát az egy válságtermék gyakorlatilag. Úgy vettük fel a számot, azt se tudtuk, hogy ezért, hát nyögtük ki a szegeket, meg, tehát így alig tudtunk dolgozni, olyan állapotban voltunk, legalábbis én nagyon kész voltam.
És... Mármint, hogy milyen értelem. Magamra vállalom. Nagyon rossz állapotban voltam. Magamra vállalom. És aztán utána egyébként az a jó, hogy a koncertek alkalmával egy idő után így helyére lötyög a dal. És valószínűleg azért is mondták azt, hogy mi inkább egy ilyen koncertzenekar vagyunk, mert nagyon sokszor ugye a stúdióban így nem voltak még olyan állapotban a dalok, meg minden, ahogy fel kellett volna menni. És utána úgy valahogy helyreállt az egész, a koncerteken élvezhetővé tettük meg, bejátszottuk meg, mit tudom én, de hát azon konkrétan, de hát egyébként ez több lemezünkre is jellemző volt, hogy voltak olyan dalok, amik, de általában, amit kiválasztottak az emberek, meg kiválasztottak például a rádiók, ők olyanokat választottak, amit stúdióba sikerült fölvennünk jól. Érdekes módon. Vagy kevésbé volt, mondom, érzékeny szám, vagy egyértelműbb volt, vagy mit tudom én, hogy jobban sikerült. Uh-huh. És melyik a kedvenc lemez, amire azt mondod, hogy ez egy valami jó alkotás, úgy, ahogy van? Van ilyen? Fú, hát ezt... Kíván a te szem és ízlésedre vagyok kíváncsi. Saját lemez? A Quimby, igen. Amire azt mondod, hogy említett egy olyat, ami szerintem nem sikerült jól, és van egy másik véglet. Igen, de vannak, és de annak, abban a nem sikerültségében, meg van benne valami olyan eredendően mélyen emberi, ami valahol mégis megindító. A saját az esetlenségével, a tökéletlenségével együtt. Tehát ott sem mondanám, mert például rajta van például a Káosz, amíg azt mondja a Fekete Lemúr, amit azon a lemezen, igazából az úgy majdnem hallgathatatlan, de koncerten az egyik legerősebb koncert. Uh-huh. Tehát, hogy érdekes, hogy utána így valahogy abból így lett egy ilyen erős dal. Tehát, de hogy melyik lemez? Én nagyon szerettem egy időben a Morzsák és Szilánkok című lemez, ami nem egy fontos lemez, de hogy annak azt a részét, ahol élőben játszunk, meg improvizálunk. A szabad flója miatt, a teljesen szabad suhanású muzsikálás miatt szerettem. De hát vannak dalok, vagy van olyan, amit az Égszerelmére című lemezen, az is egyfajta csúcspontja volt valahol a zenekarnak akkor abban az időszakban. A Majom Tangó volt az első, hogy a Rikendensz után, ahol magyarul énekeltetek? Vagy az... Igen. Ugye? Igen. A Bordai Bogival, stb. Ott már csak, azt hiszem, ha jól emlékszem, csak 3 angol dal született, amikor kimentünk Amerikába Liviusszal, és akkor azokat ott kint írtuk, és az eleve angolul írodott meg ugye a fejünkben, most a New Yorki metróról most, hogy írjunk. Nekem a Bordai Boginak és a Bordai Bogi klipje az, ami az első találkozás jelenti. Az egyetemista koromban, hát mikor, hol, ugye? De a Quimby az a mellett, hogy bohém zenekar, egyetemista zenekar is volt, nem? Tehát a kispár is mondják ezt, hogy egyetemisták zenekarra. Ez szerintem ilyen klasszikus reinkarnáció, hogy abban az időben egy zenekarnak volt egy olyan, amit egyébként a Red Hot Chili is egyetemi klubokban nőtte ki magát, és valahogy az a közeg, az egyetemi klubok volt az egyik olyan fontos. Úgyhogy értelmiségi zenekar is, mondhatjuk ezt, de simán. Ha láttál már egyetemistát szórakozni, arra biztos nem az értelmes. Láttam, és elég, hogyha az ex énemben nézek, ugye a Kispál és a Kimi Bulikon, annak idején az egyetemen. A legdurvábban szórakozni tudó emberek egyébként akkor abban az időben az egyetemisták voltak szerintem. Akkor kiszabadulnak otthonról, meg minden, és tudnak a lovak, hát azok az tényleg tökig izzadós bulik, amik voltak ilyen egyetemi klubokban, azok felejthetetlenek, tehát gyakorlatilag, mint a sárkányokat. Emlékszem, hogy gyakorlatilag alsó nadrágot kellett cserélnünk koncert után, szóval annyira folyt rólunk, a saját izzadságunkba fürödtünk, meg másokéban. És az extatikus volt. Abszolút, olyan élmény, tehát az egész egy lelki zuhanyzás együtt. Igen. Persze izzadságban, de... Igen. Most be van nyomva, mint az állat, és közben a világ megfejtesz. De a muzsika közben nem erre gondolsz. Hanem? Ott csak egy óriási energiáramlás, egy nagy közösségé, nagy hatalmas, rendkívül izgalmas közösségi élmény az, amiben vagyunk akkor, vagy nem tudom, tehát tényleg, ahogy szólt, csengett a fülünk, de hogy valamitől jó volt. Uh-huh. Igen. Nem tudom, a kérdéstől lehet, hogy elkanyarodtunk. Az tök mindegy. Hát az a flow, ugye ez is áramlik, tehát senki nem érdekel, mi volt az eredeti kérdés. A most, hogy már megöregettünk, mármint, hogy egyeszer első szemében ez egy... Mit mondunk a 80 évesen? Hát igen, de hogy mégis milyen témák, vagy milyen
zene irányzat szerinted, vagy nem irányzat, hanem milyen témák, tényleg ez a legjobb szó, hogy milyen témák azok, amelyek hitelesen hangozhatnak mondjuk egy magad korabeli rocker zenész szájából a színpadon. Tehát mennyire kell az idősödéshez igazítani a témákat? Hogyan szólhat meg hitelesen? Miről szólhat hitelesen? Jó 2020-as téma. Évek közepén mondjuk a Quimby. Jó téma, tehát hogyha ugye nekünk az van, hogy általában ebben a műfajban megíródnak dalok 10 évesen, 20 évesen, 30 évesen, tehát aztán utána az ember játszhatja, mint rajta van, mint egy gatya, érted, vagy mint egy batyú. És Mick Jagger mondta azt már 40 évesen, hogyha neki a Satisfaction, nem tudom, játszani, akkor nyakon szúrja magát, aztán játsza még 80 évesen is. Ez valahol ilyen, hogy újra felidézni azt a figurát, akik akkor voltunk, meg elfogadni azt, hogy akkor az akkori tudásunk szerint mondjuk, vagy akkori gondolatok szerint azok voltunk. De hogy ez nem feltétlenül kell azzal már azonosulni, vagy tulajdonképpen az is egy ilyen helyzet, át kell adni, vagy igyekszik az ember átadni ezt a dolgot. De hát amúgy én is, ha úgy veszem, hogy akkor teljes ambivalens viszonyban vagyok az életművünkkel. Tehát akkor azt mondanám, hogy hú, hát akkor ezt se lehetne játszani, azt se lehetne játszani. Nem kell ezt ennyire véresen komolyan menni. De az tény, hogy tényleg biztos, hogy libidót, vagy nehogy is ne egy bordélybugit kell játszani mondjuk ennyi idősen. Hát figyelj, ha azt megszülte az az élethelyzet, azt a dalt ott van, akkor már lehet játszani. Oké, és ha most írtok? Most nem ezt írnánk. Ha nem. Ez megint egy teoretikus kérdés, tudom, ez a mire gondol a költő, de engem érdekel az, hogy mondjuk... Amiben most vagyunk, szerintem ez egy nagyon mély időszak, egy mély érzelmekkel teli, érzelmekkel, konfliktusokkal, belső vívódásokkal teli időszak, útkeresésekkel. És fontos, hogy mennyire fontosak a kapcsolatok. Lehet, hogy még sok sírás is lehetne benne, sok fájdalom. Az átalakulás, a fejlődés fájdalma, az ellenállás fájdalma. Lassabb tempók, az újraéledés. Akár, aha. Akár, de szenvedély az még ott van. Tehát az is van benne. De hogy jóra való szenvedélyeket, tehát hogy szolgálatába tudjuk állítani, mondjuk a muzsikák, ne olyan, ami szétszed minket. Tehát valahol lesz. Tehát én nem nagyon meg tudok hatódni dolgokon. Eleve azt, hogy ennyi mindent túléltünk. De amikor láttam az Elvis filmet, most ez az újat, amit nem régen tavaly volt, akkor például... Ezeket tetszett egyébként? Hát figyelj, én nem szégyellem, de utána én ott egy padon leültem és sírtam. Uh-huh. Tehát az engem megidett. Neked nem tetszett, mi? A filmem tetszett, illetve a színész, aki játszotta. Szakmai kifogásaim voltak egyébként, értem, miről beszélsz. Én engem elvitt az egész sztori. Utána izéket azt nézegettem, utána ilyen utolsó ilyen Las Vegas-i felvételeket, meg minden, hogy mi történt ezzel a csodálatos emberrel. És mibe vitték bele, tehát hogy a zeneiparnak a álságossága, és nagyon, nagyon megható volt számomra. Ezzel ti is találkoztatok? Tehát ezzel a hivatalnak packázásaival, és a popgyár, hát az alantas dolgai, vagy nyilván találkoztatok, csak ugye a mérték a fontos. Meg tud enni ezt, tehát meg tud enni így, és így anélkül, hogy bárkinek is rossz szándéka, lehet, hogy a legjobbat akarja. De hogy oda kell, tehát, hogy azért ma egyébként azt figyelem, hogy sokkal tudatosabbak a fiatalok. Tehát mi még az a generáció voltunk, aki ebbe csak így belement, így bele, így sodródott, így ment, és nem is gondolkodtunk. Ma egyébként bámulatos, hogy mennyivel tudatosabbak a fiatalok ebben a műfajban. Tehát karrierépítés, kockázatok megnézése, és akkor... Nem tudom, tehát azt nem tudom, hogy mennyire tudják kivenni bele, mert mindenképpen vannak ugye kockázatai ennek is, inkább a életmóddal kapcsolatban, de azért sokkal több a szupportjuk, és sokkal több a lehetésük arra, hogy esetleg erre odafigyeljenek. Uh-huh. Szerintem. Meg már eleve tudatosabbak, meg ilyen meg hogy könnyű zenei iskolák vannak, de az egész, tehát az egész egy másfajta felépülés, és nekünk még annól emlékszem, hogy még bejöttek ezek a zenei tévék, mit tudom én, még már akkor is túl voltunk a megalakulásunk, amikor bejöttek erre a Music Television, meg ezek, ahol láttunk ilyen zenéket. De hát
ezt nem lehet összehasonlítani. Én szerintem hát sokkal tudatosabbak. Van szerinted ma is érvényes lázadási forma a zenében? Tehát lehet olyan egyértelmű lázadás, az a fajta őszinte aktus keresni, amit mondjuk, ami rátok jellemző volt a Kispárra, vagy úgymond a rock and roll-ra. Hát a klasszikus rock and roll játékosra. Én hallok ilyen hangokat abszolút. Tehát az amikor van az az időszak az emberi létnek, amikor van ez a lázadás. Persze most nem arról beszélek, hogy amikor akkor is van egy lázadás, amikor egy krízis helyzetben, és a krízis, amikor túlteszi meg át a kétségbe, és a gyászon, meg minden a belekerült lény ebbe az egészbe, akkor utána jön egy ilyen felfokozott érzelmi tartomány, meg dühharag és lázadás és kitörési, ami után majd jön majd egyfajta megnyugvás, meg elfogadás, meg elengedés az egész történetnek. De hogy a fiataloknál az, hogy amikor az elszakadás, és amikor ugye akár a előző generációval szemben, vagy akár a szülőkkel szemben lázadás, az bizonyos fiatalokban vagy jobban megvan, vagy kevésbé, de van. Meg hogy egyáltalán egy fennálló rendszerrel, amiben élünk, hogy amikor rájönnek, kinyílik a szemük, meglátják ennek a világnak az álságosságait, hazugságait, akkor simán lehet, hogy akkor ezt mi nem akarjuk, és akkor ennek nem neki megyünk, és akkor lázadunk, mint mi annó annak idején még az elmúlt rendszerben, amikor még köpenyeket égettünk, meg lázadtunk, mert akkor zsigereinkben éreztük, hogy ez a fennálló rendszer, amiben vagyunk, ez egy mély tej, és ez beleég. Volt ilyen korszak? Ez a klasszikus dunavárosi korszak még, amikor a... Abszolút. Hát nekünk a gimnáziumban, ugye, Dunavárosban, hát ez a 80-as évek második felében, amikor még egyáltalán nem volt biztos a rendszerváltás, akkor milyen lázadó kamaszok voltunk. Legalábbis jó rendben a társaságból. Az benne volt. Igen. És aztán ugye meg is történt a rendszerváltás, ahol mi után meg euforikus állapotba kerültünk, és úgy éreztük, hogy itt hát minden ilyes, egy csodálatos szabadság élmény volt egyébként. Ez nagyon, nagyon klassz, hogy azt az érzést, azokat a hangulatokat megélhettük, ami akkor volt. Akkor nem tudtuk még, hogy az is egy nagy humbuk. Ott is még... Elcsesztük ezt a dolgot? Ott is nagy csapda, utólag jön az ember, hogy ott is mennyire, hogy szétkapták az országot, és az se olyan volt. De mi magunk akkor is, nekünk még ez illúzió is volt, akkor is meg tudtuk élni annak a fajta eufóriának a szabadságát. És alapvetően volt a... Úgy is tekintek rá, hogy volt az életünkben egy jó 20 év, ami irillésre méltó bármelyik generációban. Hát most gondolj, hogyha visszamész akár 100 évre. 90-től 2010-ig mondjuk? Hát igen, ugye a rendszerváltástól mondjuk. De gondolj bele, hogyha visszamész egy 100 évet is akár, vagy 200-at, vagy benned, gondolj de, hogy miket kaptak generációk, háborúkat, milyen borzalmas időszakok voltak, kommunizmus, és akkor nekünk meg volt egy ilyen 20 év, amit nem tudom, hogy ez ilyen ajándék, vagy valami, hogy ez szerintem egy nagy dolog, hogy ilyesmi volt. Sőt, tehát az elmúlt 50-60 évre is mondhatjuk ezt, hogy a háborúk nélküli időszakot, hogyha Európára nézünk alapvetően. Hát igen, de azért ott volt a hidegfáború, az elfojtottsága annak mindennel, ami együtt van, meg mi azért, meg az nem, azért nem voltunk szabadok, hát nem lehetett csak úgy menni. Te látod ennek a kockázatát és realitását, hogy esetleg egy újabb ilyen nagy világégés kialakulhat? Itt most nem mint szakértő, nem mint... Hát mégis, ez egy fontos. Ez egy értelmiségét, egy művészalkotót, ez érintő téma. Szerintem ez benne van mindig. Tehát amíg az emberben benne vannak azok a fajta energiák, meg minden, hogy nem tudunk összhangba kerülni, tulajdonképpen az a legbelsőbb énünkkel, és így egymás között is tulajdonképpen. Sajnos ennek benne van ennek a lehetősége. Különböző világban. Most is vannak, hát ugye most mutatóban hát van ilyen háború, mint itt van Ukrajnában, vagy 20 a világban. Igen. Körülbelül. Tehát ezek folyamatosan jelen vannak, és annyi probléma, sok feszültség, meg minden. Meg hát a legrosszabb az, amikor a tehetetlenség, mert még hogy amikor valami olyan van, aminél tudsz valamit csinálni, akkor azért, de hát van, amikor egyszerűen csak vagy egy ilyen beszorult állapotban, és nem tudsz mit tenni, mert nincs rá eszközöd.
Na mindegy, ezt adjuk is, mert ez elszomorodom, tehát olyan jó lenne valami másról beszélni. Hát igen, bár ez a fájdalmas alkotói korszak, amiről korábban beszéltél, ez a téma is beleillik. Tehát ez sok fájdalommal jár. Az emberi élet sok fájdalommal jár. Ki lehet bírni? A jó. Fájdalom elkerülhetetlen, a szenvedés választható. Ez kitör, ez honnan az idézve, ez rémlik valahonnan. Hát valami, nem tudom, valami. Aha. Még egyszer? A fájdalom elkerülhetetlen, a szenvedés választható. Értem. Én pontos én meg olyannak voltam, ami baromi jó idézett az életed, de azt most nem teszem be, de majd ha megtalálom, akkor elküldöm neked. Úgyhogy... Mindenképpen. Jó. Hát köszönöm szépen, szerintem nagyon jót beszélgettünk, és hát bízom benne, hogy az élet napos oldalát fogjátok a március 9-én prezentálni a Danubia zenekarral, és hát megpróbáltuk mindenki meggyőzni arról, hogy így a klasszikus zene meg a rock and roll életérzés az kéz a kézbe járna, vagy legalábbis erősíthetik egymás bizonyos tekintetben. Hát úgy lesz, legalábbis mi azokat az eszközöket használjuk, amikénél ezek így összedolgozhatók. Remélem. Igen. Ezt majd a zsűri eldönti. Igen. Kiváló eszköz használatot kívánok, és akkor majd még dumálunk mindenféléről. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszi szépen. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.